Sose versettem. Ez a szövegíró dolog, ez, ez, így a zenélgetéssel egy időben jött. Hát voltak érdekes kísérletek az elején, ezeket fedje jótékony homály. Végülis az, az a lényeg, hogy, hogy a, az igazán tradicionális, klasszikus nyugati heavy metalnak van egy teljesen más prozódiája, hát az angol nyelvnek, egy más ritmikája, és amikor ez úgy bejött, nekem nagyon tetszett angolul, de én aztán úgy, úgy nagyon már rájöttem, hogy ez szinte teljesen átültethetetlen egy-egyben a magyarra. Vannak, akik ezt nem hajlandók elfogadni, és a mai napig erőlködnek ezzel. Lehetetlen. Tehát például mondjuk a kisnek van a Likitap című refrén, ugye? Likitap, Likitap, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Ez magyarul nyalt fel, nyalt fel, ho, oh, oh, ho. Oh. Nem is, <laughs> és, és, sok ilyen van. Tehát például a judásznál is, ezek a nagyon szögletes, egy-két szótagos, és baromi jól szól angol, magyarul teljesen hülyén szól. És hát akkor kísérletezgettem össze-vissza, és akkor jött egy ilyen, ilyen világ, ami, amit én itt csinálok. Teljesen egyértelmű, hogy az elején abszolút volt egy csomó ilyen, aki, aki azt mondja, hogy ő nem, akkor az, az hazudik. Természetesen az ember figyelte az aktuális ö, dolgokat, hogy mi az, és, és próbált valami hasonlót csinálni. Viszont azt hiszem, hogy most már egy jó ideje, nagyon öntörvényen mindentől elkanyarodtam. Meg is, meg is, kaptam, hogy is az új lemeze aranyosok. Tehát a többség 98%-a imádják, de azért volt egy-két ilyen, hogy itt, itt nyálaskodok meg hasonló. De hát bocsánatot kérek, szóval. Én imádtam a magyar hard rockot, én, én, én gyakorlatilag én rengeteget jártam a, a klasszikus 70-es, 80-as évek. Ö, rockzenekarének a koncertjére, tehát az ismertebbek. De a koncertre én, én, a, a P p mobillal kezdődött. Egy, egy, barátom mondta, hogy egy feltétlenül kell jönnöm, mert van egy iszonyatosan jó zenekar, és elmentem. És állású képzel, nem is vikidálos volt, hanem egy nagyon rövid idő, akkor egy, egy srác éneket, aki később szegény meghalt, nem tudom a nevét, nem emlékszem rá, de nagyon tetszett így is, és mondta a barátom, hogy oké, okay, ez jó, de majd van egy, ez egy wiki nevű fickó, és ha azzal meghalod, és visszajött utána, még egy jó darabig volt, és ott a kész voltam tényleg. Az fantasztikus volt, és én jártam később ugye a P-Boxra, jártam Korára, Skorpióra, stb. stb. omega hasonló, és hát persze ezeknek egy jó része a szövegvilág is abszolút hat az emberre. Ez akkor is úgy működött, és most is úgy működik, hogy egy kis túlzással kicsi országban tök mindegy, hogy, hogy, mit, én, mit adsz elő, az a lényeg, hogy ki vagy, és milyen kapcsolataid vannak. És az akkori zenekarban volt egy-két ember, akinek voltak ilyen kapcsolatai, a mostaniban meg nincs. És ennyi. Hát nem véletlenül beszélünk, amikor megkérdezted itt, hogy hány interjút adtam az utóbbi tíz évben. Ez, ez azt jelenti, hogy annak köszönhető, hogy, hogy nem keresnek, vagy inkább te válogatod meg azt, hogy kinek adsz interjút? Nem is keresnek, és volt egy, egy pár olyan megkeresés, amire kategorikusan azt mondtam, hogy ezt nem. Köszönöm. Figyelj, én ebben nem hiszek. Ebbe, ebben a fajta ismertségben, hogy elmegyek valami idióta műsorban, és ott bohóckodom. Semmi értelme nincs. Úgy kéne működnie egy normális világban, hogy, hogy a dalaidat játsszák. Soha nem volt bennem ilyen fajta narcizmus, hogy engem fölismerjenek, sőt, kifejezetten zavar én ebből a szempontból, <laughs> ebből a szempontból jó, hogy én nyugodtan mehetek az utcán, és nincs ilyen, hogy, hogy akkor bámulnak meg, meg beszólogatnak. Ez nem, sosem hiányzott. Sokkal jobb, hogyha a, a, zenédet adják le, nem is fontos tudni, hogy ki vagy, hogy néz neki, csak tetszik neki, és akkor, akkor meghallja, hogy az oszián zenekar, ez nekem tetszik, és jó. Tehát ez, hogy én palacsintát sütök valahol, és akkor utána mutogatnak rám, hogy hú, de jó, meg autogram, köszönöm szépen, ez nem. Ebből a szempontból tetszik ez a korszak. Én azt látom, hogy hogy most egy, egy olyan fajta nyitott paletta van, hogy úgy, úgy mindenki ugye el van. Lehet, hogy vannak, akik kicsit jobban vannak, és van, akik kicsit kevésbé, de azért úgy, úgy van tér. Én most erre arra gondolok, hogy ugye volt a 90-es években ez a, ez a, ez a nagyon paranoiás időszak, úgy 93-94-ben, amikor szinte az összes klasszikus rockzene az úgy hirtelen cikisnek számított, de nagyon és most úgy, úgy ez, ez, nincs. Van, érted, egy fesztivális millió zenekar, ilyen stílusban, olyan stílusban, ez jó. Ha tudnám, akkor, akkor valószínűleg a Wembley-ben játszanék minden hétvégén háromszor. Ez, ez teljesen össze, fogalmam sincs. Fogalmam sincs, én 56 éves múltam, és, és fogalmam sincs, hogy egy, egy mostani 16-7 évesnek, vagy még fiatalabbaknak is, hogy, hogy, mit és miért jelentenek a szövegeim, mert vannak sokan, de örülök neki. De ezen agyalni, ami még rosszabb lenne, erre is van precedens egy-két művésznél, hogy 40-en felül görcsösen megpróbál olyan szövegeket előkaparni, hogy, hogy, hogy a tizenévesek életérzését. És ez, nem. nem. Motoros fesztiválokon, sőt azért most már elkezdek minket így városi falunapokra is hívogatni, ami, ami nagyon örülünk, amikor a plébek huszárok helyett esetleg beleférünk itt ott, amott. És ezek nagyon jók, mert, mert például ez el nem, neked, el nem, tudom neked, mondani, akkor először voltunk, ja, három-négy éve kezdődött ez, vagy öt is talán, hogy elkezdtek egy pár ilyen falunapra hívni, és azóta egyre több ilyen van, és elmész egy, egy faluba, aminek úgy körülbelül 800 fő a, a, lélekszám, és összegyűlik ilyen három ember. És oda mentünk korán, Mit tudom, én este kilenckor játszottunk volna, és valahogy odaértünk ilyen öt óra körül. És ilyen elképesztő danai zenék mentek, és mondtam, mint, mint megölnek minket, tudod, itt, itt, itt le fognak bicskázni. És tök jó volt, hihetetlenül jó. Volt. És itt derül ki feketén-fehéren, ott is, szerintem a 90%-a se tudta, hogy merre van az arra, és, és, úgy, úgy, és ez egy jó lehetőség is nekünk. Tehát az, hogy tudunk így bemutatkozni ebből a műfajba. Tényleg a hullám hegyek, együtt az, hogy minden lehetséges. Ez egy kirándulás volt, nagyon szeretem ezt a műfajt. Kipróbáltam magam, élveztem, de úgy nem érzek kihívást benne, hogy, hogy még egyszer csináljak ilyet. Ha, ha írnék, akkor biztos, hogy teljesen más jellegű lenne, de, de annyira annyira kilúgozza az embert egy ilyen könyv, hogy, hogy ahhoz nagyon nagy, nyugodt időszak kellene, egy fél év legalább, az meg most nincs, hál' Istennek. <laughs> Stephen Kingnek volt egy nagyon jó mondása valamelyik könyvben, ott az írókat boncolgatta, és én úgy emlékszem, hogy nem egyes szám első szemében, hanem neki is volt valami író hőse, és úgy mondta, ez egy nagyon jó volt, hogy, hogy nem érti azt, hogy, hogy itt van ez az író, az az írós, hogy milyen csodálatos könyveket írnak, amikbe tele van gyönyörű gondolatokkal, mélységes emberséggel, és a magánéletben meg egy büdös trici mindegyik. És akkor ő azt, azt találtak, hogy valószínűleg azért, mert a lelküknek minden jó és pozitív részét az belülik a, a könyveikbe. És nem marad a magánéletes semmi. Hát remélem, hogy ez, ez, ez nem így működik. De igyekeztem külön választani ezt a dolgot. A személyiségét úgy, úgy értettem, hogy talán ott, ott sikerült talán így, így legárnyaltabb karaktereket vagy karaktert összehozni.